Szóként kezdte, de kajakos vagy vízilabdázó is lehetett volna belőle. Tagja volt a 80-as évek nagy öttusa generációjának. 1988-ban Szöulban olimpiát nyert Martinekkel és Mizserrel csapatban. 1989-ben hazai környezetben sikerült egyéniben is világbajnoki címet nyernie. Az ő nevéhez fűződik az egynapos öttusa kitalálása. 2012 végétől a Magyar Olimpiai Bizottság sportigazgatója. Fábián Lászlóval Kalapos Mihály beszélgetett. Ha nem öttusázó lettél volna, akkor úszó lettél volna, vagy vívó? Hát az a vicc, hogy lehet, hogy vízilabdázó vagy kajakos. De <laughs> hát a pályafutásom, az úszó pályafutásom vége felé, amit mondjuk én nem tudtam, hogy a vége felé vagyunk már, mert ugye viszonylag egyszerűen el tanácsoltak az úszadából, akkor, akkor azon gondolkoztam, hogy, hogy, a két említett sporták, tehát vagy vízilabda, vagy kajak jöhet számításba. Az ötusos vívás, az ugye többen mondták, hogy kezdjek ötusázni, de az nem annyira. De miért nem? Nem, 17 éves voltam már akkor, pesti gyerek, ugye bár vidéki rokonaim nagyon sokan vannak, és sokat töltöttem vidéket, de azért lovat nem nagyon láttam. A szódás még egész kis gyerekkoromban abban járt földön az utcán, lovaskocsival, de nem volt közelebbi kontaktom hozzá, és úgy nem nagyon voltam bátor ebben a történetben, talán ez később is látszott a lovaglásomon. És azt mondtam, hogy ez nem, viszont a labda, a, a vízilabda, az meg nagyon közel állt hozzám, azt nagyon szerettem. Tehát a labdát minden formában szerettem szárazföldön, vízbe, illetve a bátyám akkor már nagyon jó menő kajakos volt, tehát ott akkor meg volt a az a motiváció, hogy, hogy esetleg abba kezdjek bele. De miért tanácsoltak el az úszástól? Hát ez borzasztó egyszerű dolog, mert így utólag, akkor egy tragédia volt, akkor, akkor tényleg nagyon-nagyon megtört az életem, mondhatnám így, de, de 17 éves úszóról, ha még nem mutatja azt, hogy ő akár a korosztályában, akár mondjuk a felnőttek között jó eredményeket tud elérni, illetve olyan fejlődést mutat az edzéseken, hogy, hogy, az látványos, és tényleg abban van fantázia, akkor ott már kiderül, hogy, hogy lesz-e belőle valaki, vagy sem, már nagy úszó, vagy nagy versenyző. Bár én mindig azt mondom, hogy hála égnek, hogy van 66 is egy verseny, mert akkor sose lettem volna első. De, 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 de valóban azt mondta szécssi Tamás bácsi, akinél úszhattam három évet, válogatottnál, hogy hát fiam, válaszd inkább a vízilabdát és ezt meg megszívlelt a Budapesti Honvéd vezetője, Hevesi Pista bácsi, olimpiai bajnok vízilabdázó és hát rövid úton belül eltanácsoltak. Aztán hogy lett az öt usa? Én még úszó gyerekként indultam két tusa versenyeken, hogy az úszás futásból áll, de csak azért, hogy meglegyen a csapat. Nem volt hozzá igazán kedve, még akkor sem, hogyha rendre azért megnyertem ezeket a versenyeket, mert úszás az ugye természetesen rendben volt, egész jó keringésem volt az úszás miatt, és a futással sem volt a gondjaim, de nem nagyon akarodzott, hogy ezt válasszam, de folyamatosan piszkáltak versenyzők, edzők, Bodnár Jani volt a vezetőedző, illetve Buzgó Józsi, ugye akkor már menő öttusázó volt, kezdjem el, kezdjem el. Nem nagyon akartam, és a nagy vacilálásban, amikor az előbb említett vízilabda vagy kajak, akkor egyszer csak azt mondta a Bodnál János, hogy na, felejtsd el ezt a hülyeséget, gyerünk öttusázni, és akkor gyakorlatilag fülön csíptek, és nem engedtek máshol. Égnek. Viszonylag hamar jöttek a sikerek, mert ha például arra a junior világbajnokságra gondolok, amelyet 1983-ban rendeztek, pont a Los Angelesi olimpia előtti évben, azt ugye egyéniben meg csapatban is megnyerted. Hát sőt, még, még vissza megyek a dologba, ugye 80, igazából 80. január 1-től számítom magam öt is bár 79. szeptemberébe volt egy-két edzés, amire nem mentem már el, tehát jól indult a, hozzáállásom, de 82. őszére felnőtt válogatottba találtam magam. úgyhogy gyakorlatilag 6-8, maximum 8 a verseny volt a hátam mögött, ebben volt egy ifjúsági barátságverseny, ahol negyedik lettem, meg, meg talán felnőtt három a Magyar Bajnokság, de köszönhettem a, 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 bizalmat meg hát a szövetségi kapitánynak, dr. Török Ferencnek, illetve hát a nagyon jó edzőimnek, akik viszonylag gyorsan fölzárkoztattak a többiek közé. És 82 őszén, mint említettem, válogatott lettem, és ezután jött ez a 83-as junior világbajnokság, ami egy kicsit ilyen főpróbája volt a 84-es olimpiának. Azon a helyszínen rendezték a junior VB-t, ahol aztán a 5. olimpiát is rendezték Los Angelesben, és hát igazából az első nagyobb nemzetközi sikerem ez volt. Bár 83-ban már felnőtt világbajnokságon is indultam, ahol másodikok lettünk Szombathelyi Tamás és Pajor Gábor társaságában. Az mennyire nagy tragédia volt az életedben, hogy nem utazhattatok Los Angelesbe, azt is mondhatnám, hogy tulajdonképpen akár ketté is törhetett volna rögtön az elején a pályafutáson. Hát 21 éves voltam akkor, viszonylag gyors felfutással, gyors karrierrel, tele önbizalommal, de tényleg fantasztikus. Azt mondtam, hogy amúgy is egyébként minden sportágban, már hat éves koromtól úgy álltam a dolgokhoz, hogy, hogy akár azt a akár szertornáról, volt szó, vagy fociról volt szó, az, az, abban csak én lehetek a legjobb. Persze ez nem így volt az esetek többségében, de, de ez bennem volt, és úgy gondolom, ez egy fontos tulajdonság. Ma, bár ma lenne sok gyerekben ilyen tulajdonság. Szóval a lényeg a lényeg, hogy úgy gondoltam 21 évesen, hogy ez nem egy akkora tragédia. Nem tudtam, mi ez az olimpia fogalmas sem volt. Ugye 80-as olimpiát már úgy, ahogy néztük, de még akkor sem fogtam fel fejben 21 évesen, hogy az olimpiának milyen értéke van, milyen súlya lehet egy sportoló pályafutásában. Nem a győzelem, meg nem a helyezések, hanem egyáltalán az, hogy részt vehetett egy, egy olimpián. És azt gondoltam, hogy Hát, most nem mentünk 84-be, akkor majd 88-ban, 92-96, 2000-2012. Tehát akkor még olyan messzire terveztem, hogy úgy gondoltam, hogy itt nem lesz probléma, majd indulok 5-6 olimpián, aztán majd csak lesz lehetőségemre. Hál' Istennek Los Angeles követően volt egy Szöuli olimpia is, mindjárt beszélünk majd erről is, de ugye a te pályafutásodban 6 világbajnoki címről, meg öt európa bajnoki aranyról is kell beszélni. Én most önkényesen hadd emeljem ki a Muleni. Világbajnokságot, amely azért emlékezetes mind a mai napig. Hát abszolút meg, hogyha tényleg hogyha a sorba megyünk a pályafutásom alatt, a 83-84 után valóban ez az a, az a pillanat az az állomás amikor, amikor emlékezetes dolog történt velem, vagy velünk a világbajnokságon. Bár Mizsér Attila jó barátom, 85-ös egyéni világbajnoki címet semmiféleképpen nem hagynám ki ebből a sorból, mert Melbön is fantasztikus élményekkel gazdagított minket. De 87-ben érett össze az a csapat, ami, ami én úgy gondolom, hogy talán a 80-as évek második felének nem, remélem nem nagy képűsége a világban meghatározó csapata volt Mizsér Attilával, Martinek Janival, és ezen a Muleni vb n első számolt a lovaglás, magyarok viszonylag jó lovasnak számítottak, sőt, jó lovasnak számítottak a, a, az ötös a mezőnyben, és sikerült az a bravúr, hogy 19 csapatból a 19. helyen végeztünk a lovaglásba. És hát most nem akarom megbántani a kollégáidat, de az újságírók a szakemberekkel együtt temettek minket. Hát leírták a csapatot, azt mondták, hogy érmes már biztosan hát, nem lesz. De, hát sőt, ez még a finom megfogalmazás volt, mert, mert már ott a helyszínen hallottuk, illetve leírva is megjelent, hogy, hogy hát ezt a három nem okos gyereket, ezt világá kéne zavarni, mert hát ez, 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 nem a magyar ötös. Aztán? Hát aztán ö, Dörök Ferenc ö, kapitány beívott minket a szobába, szobájába, és azt mondta nyolc szem közt, hogy, hogy gyerekek, hát ez valóban Waterloo, de saját magunkért, te négyünkért, illetve az edzőinkért ö, végig kell kőkeményen csinálni ezt a világbajnokságot, és nem azért, mert hogy hátha ha lesz belőle egy hatodik hely, vagy egy érem, ö, akár csapatban, akár egyéniben, hanem azért, hogy, azt a rettentő mennyiségű munkát, amit előző évben vagy előző években elvégeztünk, azt, azt nézzük meg, hogy akkor az, az szakmailag mit jelent. Ö, jó volt -e a felkészülésünk a másik négy számban, ezt kell -e folytatnunk, változtassunk, ne változtassunk, és ö, természetesen ö, ö, hozzátette, hogy saját önbecsülésünk miatt sem tehetjük meg azt, hogy, hogy innentől lazsálnánk, ami egyébként szóba se mert aki ismerte, vagy ismeri egy kicsit is dr. Török Ferencet, az tudja, hogy ez szóba sem jön semmilyen szituációban sem jellemző sztori, amikor megérkezett egy futóedzésre, és mondta, hogy hát a horvát Laci, nagyszerű öttösázó, volt szövetségi kapitányom, hogy miért fut ilyen lassan? És mondta neki, hogy de Feri, hát ez a levezetés, akkor miért fut ilyen gyorsan? Tehát, hogy nála minden, minden szituációban a maximumot kellett hozni, és de valóban még talán nem is kellett ez a hegyi beszéd, de, de egyértelműen úgy álltunk hozzá, hogy akkor gyerünk tovább, másnap nem akármilyen vívás Mind a hárman ragyogóan vívtunk, és megnyertük a, a biószámot, amivel már kicsit zárkoztunk, talán a 10-11 hely környékére. Úszásban szintén előrébb jöttünk egyet-kettőt, és úgy érkeztünk el a futás előtti pillanatokra, hogy hát egy nagy futással itt még akár érem is lehet ö, ö, csapatba. E, franciák, e, akkor szovjetek, e, angolok e, ott voltak egymás nyakán, mi voltunk talán a negyedikek is, és ötödikek, és innen kellett megpróbálni, hogy hát ha összejön. És hát ugye a sztori az még úgy, még élesebb, még izgalmasabb, hogy hogy én is éremél futottam egyénibe, és ugye fordított sorrendű futás volt, de egy percenként indulással, és olyan három ezernél futott velem szembe lélekszakadva Martinek Jani, aki addigra már lefutott négy ezret, meg még egy ezret, hogy fussak, mert hogy itt most már a dobogó szinte biztos, hogy megvan, de lehet, hogy ez még akár ezüst ezüstérem is lehet. És hát hogy aztán úgy alakult ez az utolsó ezer méter nem csak nekem, hanem az ellenfeleknek is, hogy hogy hát nem azt mondom simán, de, de, maga biztosan nyertük, aztán a pontszámok alapján maga biztosan nyertük ezt a világbajnokságot. Lehet, hogy ez a csapat arany aztán egészen elröpített bennetek, nem kérdés, benneteket nem a kérdés. szóli aranyig? Nem kérdés, tehát ez, ez egyértelmű. Tehát ez a, ez a, siker azt jellemezte, hogy, hogy az edzésekből nem lehetett visszavenni, ez nem törhette a, babér a fenekünket, tehát az egyértelmű, hogy Feri maximalitása az továbbra is megvolt, tehát a napi öt, minimum öt edzés, a napi nyolc óra tisztán edzés az mindenféleképpen megvolt, de úgy érkeztünk el talán egy olyan három héttel, két héttel az olimpia előtt pillanatig, hogy, hogy azt mondtuk, hogy itt senki más nem nyerhet, csak mi hárman, és, és, az egész olimpia arról fog szólni, arról a versenyről fog szólni, hogy csapatban ki lesz a második. Lehet, hogy ez nagyképű dolog, de, de, de aki ismerte akár ezt a muleni történetet, akár a mi felkészülésünket az előző 5-6-8-10 évben, az tudhatta, hogy, hogy szerintem még a maximumnál is többet tettünk meg azért, hogy, hogy sikeresek lehessünk, e, és tényleg nagyon jó volt ez a hármas, nagyon jól lát össze ez a hármas, mert ahol egyikünk egy picit gyengébb volt, akár a, a, a jónál, vagy az átlagosnál, ott a másik kettő meg kimondottan magas színvonalon teljesített, és abban az időben ezzel ezzel torony magasan tudtuk nyerni aztán a Szövő Ugye ez a hármas annyira nagyon jó volt. Beszéltünk már korábban, hogy Mizsératilának volt egy egyéni világbajnoki címe. Ugye Martinek János egyéniben behúzta Szöult, és aztán neked is 89-ben Budapesten megadatott az, ami csak nagyon keveseknek, tehát egyéniben és csapatban is világbajnok lettél. Hát igen, ez, ez egy fontos pillanat volt nekem az én pályafutásomban, mert a 84-es nagy képűségemhez képest azért eltelt 5 év, 5 versenyév, amikor, amikor hát a Muleni csapatarany, illetve a Szőli csapatarany, illetve Mulenben egyéniben bronzérmes voltam, azért egyéniben úgy igazából nagy kiugró teljesítményem, nagy eredményem világeseményen, világbajnoksága nem volt, mert azért mondom világesemény, mert a világkupákból én szerintem a 80-es években állam többet nem nagyon nyert öttusázó, tényleg azokat számolatlanul nyertem, megint egy kicsit nagyképűen, és akkor meg már 26 évesen, tehát akkor egy kicsit idősebben érkeztem, egy kicsit már pánikban is, megmondom őszintén, hogy akkor nekem az egyéni soha nem fog összejönni, és hát aztán ugyan ez összejön Budapesten, 8-10 ezer néző előtt futáson, meg a lovagláson, én úgy gondolom, hogy sportolónak itt érezhető meg igazából, hogy mennyire nagyszerű dolog lenne, nem mondanám múlt időben, egy budapesti olimpia. Igen, hát ez az, amit sokan sportolók mondanak, hogy mondjuk egy olimpiai aranyjal vetekszik az, amikor hazai közönség előtt lesz valaki világban. Gyakorlatilag, ennek. hogyha félreteszem azt a tényt, hogy ugye Magyarországon az olimpiai szereplés van a legmagasabb polcon, egy olimpiai hatodik hely Adott esetben többet ér, mint egy világbajnoki aranyérem. Ha ezt nem számítom, ezt a hozzáállást, akkor, akkor tényleg vetekszik az olimpiai aranyéremmel a, a, a budapesti egész világbajnokság, annak légköre és szereplése. De természetesen egyetemszerűen a, a magyarországi megítélés szempontjából az olimpiai aranya. Elsődleges, de nagyon-nagyon közel ott van hozzá a, a BB címem, vagy címeim is. Arról beszéltünk, hogy úszóként kezdted, de hát te vívó is voltál, párbajtör olyannyira, hogy a 88-as olimpiai csapatban, ugye párbajtörvívásban a csapatban szerepeltél és hatodik lettél. Bizony, ez is egy ilyen, hogy mondjam, a Ferinek volt szintén egy ilyen nagyon, szerintem nagyon-nagyon fontos nőnükéje, hogy minden öttusázó, válogatott öttusázónak vívó versenyeken kellett elindulni. De nem volt elég, hogy csak vívó versenyeken kellett elindulni. Mindenkinek a képességhez képest a maximum szintet el kellett érni. Tehát Első osztályú vívó, másodosztályú vívó, ha azt mondom, hogy Balco András, Török Ferenc Móna, tehát ez a nagy hármas is meghatározó szereplője volt a magyar párbajtőrvívásnak, hát akkor ezen túl megyünk, akkor a Császári Attila, Buzgó Józsi, Szombathelyi Tamás, Pajor Gábor, tehát én, én most megint egy kicsit sovinisztaként azt mondom, hogy a, az öttusazóktól majd, hogy nem rettegtek a párbajtől vívók, mert, mert, valóban nagyszerű öttusa vívóink voltak. És nem véletlenül, hiszen egyéni magyar bajnoki címet is nyertél. Például, de Madaras Ádám is, vagy Marosi Ádám is ugye megnyerték ezt a, ezt a szép címet, tehát látszik, hogy az öt magyar vívás az mindig ott volt. IBV-n indultam, mint vívó, junior világbajnokságon indultam, mint vívó, és felnőtt világbajnokságon is indultam, mint vívó. Folyamatosan ott voltam a magyar ranglista első tíz helyezettiek között ebből ki és aztán úgy alakult az olimpiai válogató, hazai válogató versenyek, hogy a harmadik helyen várhattam a a, a, az olimpiát, de ugye értelemszerűen Kovács Tamás akkori szövetségi kapitánynak ö, ugye azért voltak elvárásai, én egy nem akármilyen ötös a verseny előtt álltam az olimpián, ő szerette volna, a biztos helyen van a, a, a csapatösszeállítás, a párbajtőr csapatösszeállítás, és hát extra feltételeket is teljesítenem kellett arról, hogy meggyőzzem, hogy, hogy a csapatban van a helyem, és egy nap pihenővel az ötös a versenyek után a párbajtőr csapatban is szerepet kaptam. Mi volt neked a Lukas számod? A lovaglás? Nem, mind az a az öt. Mind az öt. az öt. öt. Tehát úgy, úgy, néha el szoktam gondolkozni ezen, és úgy beszélgetünk baráti körben, hogy, hogy hát azért nem ártott volna, hogyha, hogyha mondjuk az úszásban is egy kicsit jobban ment volna, a 3-16-os úszás az jó-jó, de hát 3 12 még könnyebb lehetett volna. Hát, hogyha nem lettem volna mondjuk 190, akár 3 cent és 80 kilo, akkor, hanem csak 76 kg, akkor biztos jobban futottam volna, meg a lovat se zavartam volna annyira, hát aztán a lövészetről nem is beszélek, hogy ott állandóan izgulós voltam, és az, az rányomta a bélyegét az eredményre. Szóval de én úgy gondolom, hogy ez is egy olyan egészséges maximalizmus az ötuszokban, ami, ami kell ahhoz, hogy, hogy, hogy eredményt érjen el, és ez nem feltétlenül mindig az, hogy. Győz, első helyen végez, vagy dobogón vagy, vagy, hanem magához képest. Mi mindig magunkhoz képest akartunk jobbak lenni, mint az előző nap, vagy az előző edzésen, vagy az előző versenyen. És és ilyen, ilyen, ilyen saját belső gondolkodás, ez, ez nagyon kellett, meg szerintem most is kell ahhoz, hogy, hogy azt a méretetlen munkát elvégezze valaki, hogy hogy aztán oda a célba. Van munka bőven MOP sportigazgatóként is, egyébként hát most már 2012 vége óta vagy a Magyar Olimpiai Bizottság sportigazgatója. Így van, és sok-sok szép feladat van előttem is, de sok-sok szép munka van mögöttünk is. Kollégáimmal én úgy gondolom, hogy igyekeztünk ezen a területen valamit kézzel kézzelfoghatóan is alkotni, maradandót alkotni, és rendelkezésre állni a magyar sportnak. Pláne azzal a háttérrel, amit ma megkap a magyar sport, tehát avval a finanszírozási háttérrel, és nem csak a az edzők vagy a versenyzők bérét, hanem a felkészülési lehetőség, az infrastruktúra fejlesztés, ez mind-mind olyan dolog, ami, ami, fantasztikus, tényleg még egyszer ezt kell rám és, és, remélhetőleg hosszú távon, hosszú távon, ennek lesz eredménye, és, és kvázi abban, hogy a magyar sport tud maradni az olimpiai versenyeken, ahol, ahol eddig is volt az elmúlt 120 évben. És van mit tenni, meg van még sokat tenni, hogy ez így legyen és ebben hát a Magyar Olimpiai Bizottság, ha bármit hozzá tud tenni, akkor, akkor, ebben maximálisan próbálunk helytállni. Remélem ez kívülről is látszik. Nem feltétlenül abban, hogy kell látszódjon, hogy, a, hogy a hogy izzadunk és, és, megszakadunk azért, hogy, hogy ez így történjen. Nekünk bőven elég az, a, az hogyha a versenyzőink, utánpótlás korosztályú versenyzők nagyobb létszámban, ügyesebben, több eredményt hoznak, de edzőink jobban felkészültek lesznek, infrastruktúra rendben lesz. Én úgy gondolom, hogy ez mind-mind apróságnak tűnik, de, de a magyar sport érdekében ezt, ezt próbáljuk nap mint nap megtenni. Hogy fér bele az életedbe a család? Talán kevesebben tudják, hogy hogy négy gyermeked is van. Hát nem könnyű, de, de ez egy fő feladat. Tehát ez, az nem kérdés, hogy, hogy a napi munka mellett, a hétvégi munka mellett velük is együtt kell lennem. Folyamatosan nőnek, 23 a legidősebb, 11 a legfiatalabb, amellett, hogy ugye tanulnak, dolgoznak, sportolnak, Valóban igaz az a mondás, hogy, hogy együtt kell velük legyek, mert 11 évesen már nem leszek vele együtt, mert 12 lesz jövőre, meg 25 lesz azután, és ezeket az élményeket nem fogjuk tudni átélni soha, ezért mindenféleképpen próbálom ezt megtenni, amikor lehet értemszerűen akár hétvégére is együtt megyünk el vidékre, kicsit pienni, játszani, szórakozni, esténként megpróbálunk együtt tanulni, ha kell, én vagyok a, a reáltárgyak felelőse otthon, tehát hogyha kell, akkor, akkor, akkor matek, fizika. Bár hozzáteszem, hogy a nagylányommal anatómia, ami szintén mondjuk ebbe a körzetbe tartozik, de akár pszichológiát szívesen tanulok, és próbálom őket segíteni. Nem könnyű, de meg kell felelni, nincs mese. Az a szerencsém van, hogy, hogy feleségem fantasztikusan jól összetartja ezt a családot, és ebben mindig figyelmeztet, hogy pillanatra is lankadna a figyelmem, hogy, hogy otthon a helyem. Köszönöm a beszélgetést. Én is köszönöm. Jövő héten is ugyanebben az időben várjuk Önöket, viszontlátásra! A műsor támogatta a Vivian természetes ásványvíz, élettel tölt fel.